Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján Mindszenty József hercegprímás emléke előtt szoborállítással tisztelgett a Váci Karolina Katolikus Általános Iskola és Székesegyházi Kórusiskola. A szobrot az 56-os forradalomban szerepet vállaló, a kommunizmus börtöneit is megjárt dr. Pák Tibor adományozta az iskolának. Pák Tibor mintegy 10 éven át tartott rendhagyó történelemórákat a Váci Karolina iskolában. A gyermekek érdeklődése érlelte meg benne a szándékot, hogy adományából szobrot állítson az iskola Mindszenty Józsefnek, az intézmény pedig örömmel fogadta a hercegprímás személyében az égi oltalmazót. Az ünnepét követően a szobrot adományozó Pák Tiborral, valamint Pálos Frigyes prépost őrkanonok, múzeumi igazgatóval beszélgettünk Mindszenty életéről, történelmi szerepéről és a hozzáfűződő személyes élményekről. A minap emlékeztünk az 56-os forradalomra, és természetszerűleg előkerült a bíboros prímásunk, Mindszenty József, esztergomi hercegprímás személye is a beszédek és beszélgetések közepette. Ha az ő egyéniségére, személyiségére gondolok, és arra, hogy nekünk váciaknak mi közünk van hozzá, tulajdonképpen egészen más országrész volt az ő világa, Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozott papként, utána Veszprém püspöke lett, 44 márciusában, azután pedig Serédi bíboros hercegprímás után Esztergom érseke. Vác azonban a Szent István alapítású Váci Egyházmegye közel 1000 éven keresztül az Esztergom érsek szufragáneusa alattvalója volt, ami érsekünk az esztergom érsek volt, tehát így Vác, a Váci Egyházmegye közvetlenül. Ha ez különösebb beleszólást nem is jelent, de az esztergom érsek, tehát Mindszenty József fennhatósága, érseki fennhatósága alá került 1945. augusztus végén, amikor a kinevezése megtörtént Esztergomba, illetve október 7-én, amikor elfoglalta az esztergomi széket. Tehát ettől kezdve közvetlen kapcsolata volt a Váci Egyházmegyének a primásúrral. Annak idején, 44-ben, amikor a püspöki kinevezése megtörtént, 3 püspöki kinevezés egyszerre, és egészen rendkívüli módon a háború szele már bennfújt a Kárpátokban, 3 árva egyházmegye, Szombathely, Csanád, Szeged és Veszprém volt főpásztor nélkül. Emlékszem, hiszen ez már
Az a második kispapi éven volt, mindenki latolgatta, kik lehetnek majd az új püspökök. És a Szent Atya ezt nagyon katonásan oldotta meg, nagyon egyszerűen a pápai nuncius Angelo Rotta közbejöttével jelentette be Róma a három püspökség betöltését, és ahogy aztán mi hallottuk, általában csodálkozást keltett, amire senki nem számított, hogy az alaegerszegi apát plebános, pápai prátus, Mindszenty József lett a veszprémi püspök. Az is egy érdekesség volt, hogy míg a másik két püspök a beiktatását, fölszentelését és beiktatását későbbiekre gondolta megtervezni, természetesen nagy ünnepélyességgel, Mindszenty József március 4-e után azonnal fölkérte a bíboros hercegprímást a püspök szentelésre, és még márciusban, március 25-én Gyümölcsoltó boldogasszonyra kérte a felszentelését. Míg a többiek májusra vagy későbbre gondoltak, ő azonnal át kívánta venni a püspöki feladatát. Talán a legreálisabban ő gondolkodott, hiszen a kinevezés után nem sokkal, Szent József napján, március 19-én a német Wehrmacht páncélosai betörtek az országba, és Magyarországot a náci Németország lefoglalta. Ez azt jelentette, hogy ki vagyunk téve már, akár aznaptól kezdve a nyugati hatalmak bombázásainak. A hercegprímás úr a különféle kéréseket félretéve döntött, és táviratilag mind a három püspököt a Mindszenty püspök által kért Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepére rendelte Esztergomba, és mind a hármat ott egyidejileg püspökké szentelt. A püspök szentelésnél mindig vannak társszentelők, két társszentelő püspök, és ehhez is az Esztergomhoz tartozó két legközelebbi püspököt, Székesfehérvárról Svoly Lajos püspök urat, Vácról pedig dr. Péter József, a mi megyés püspök atyánkat rendelte föl a prímás úr a püspök szentelésre. Tehát tulajdonképpen akkor még nem a szufragáneusság, de a püspök szentelésénél a váci püspök szerepelt. A társszentelőt látogatta meg legelőször, a kinevezése után már a magyar élet, politikai élet sűrűjébe került Magyarország, igen, akkor még első zászlós ura. Nem baj, ezeket a régi történelmi kifejezéseket nem felejtjük el. Nem volt király, és a régi alkotmány szerint, ha nincsen felkent királya, megkoronált királya az országnak, akkor az ország népéért,
az esztergomi érsek volt felelős. Az, hogy közben a bolsevik uralom már bontotta a csiráit, verte le a gyökereit, annál inkább is szükség volt erre. Na minden esetre 45. decemberében, december első vasárnapján, minden első vasárnap a Székesegyházban szentségimádás volt, Péter püspök úr vezette, amin a káptalan is, a kispapok is, és a hívek nagy tömege vett részt mindig. És vége volt a szentségimádásnak, a káptalani sekrestyében vették le a káptalan tagjai a kórus ruháikat. Én az asszisztenciában vettem részt, hogy segítkeztem, amikor megérkezett Endrei Mihály, dr. Endrei Mihály, aki akkor még püspöki titkár volt, és irodaigazgató helyettes, és megsúgta az akkor még kancellár kanonoknak, irodaigazgatónak, Vasari Mihálynak, szóljon a nagypréposzt úrnak, a prímás úr váratlanul megérkezett, s illendő, hogy a káptalan tiszteletét tegye. Másnap reggel a szentmisénk végén közölték, a prímás úr 9 órakor meglátogat bennünket is. Óriási feszültség volt a szemináriumban, és megérkezett az érsek úr, igen gyorsan haladva, szegény rektorunk, aki egész életét fél lábbal élte le, botjára támaszkodva, nagyon-nagyon nehezen sietve követte, mint házigazda. Előbb a kápolnában együtt imádkoztunk, aztán a legnagyobb előadó terembe, a középső skólába, ahogy mi neveztük, besorultunk valamennyien, és odajött a prímás úr. Végignézett rajtunk, és rászólt az egyik testvérünkre, vannak dolgok, amit az ember vénségében sem felejt el. Harhai Béla, ő egy évfolyammal előttem volt. Valahonnan a Nagynógrádból, tehát a felvidék déli széléről származott. Hát akkor már úgy bizonyos kifejezések divatba jöttek, de az uralmon lévő pártállamban, ugye, munkás, parasztkormány, parasztság, parasztpárt, igen, igen. Te fiam, hová való vagy? Harhai Béla fölállt. Érsek, hogy kérem, én faluról, én paraszti származású vagyok. Erre a bíboros fölcsattant. Fiam, ne mondd, hogy paraszt. A magyar ember földműves, vagy szőlőműves. Ez a szó ma nagyon pejoratív. Hagyjátok ezt a szót a tarisznya hitőeknek. Ezek voltak szó szerint a szavai. Valami érdekes melegség járt át bennünket. Igen, az én édesapám is földműves, szöllőműves.
de nem paraszt. Hát ezek voltak az első szavak, amiket én Mindszenty Prímás úrtól közvetlenül hallottam. Aztán a Tiszai Mária napoknál, akkor már újmisésként az ottani szertartásoknál én lehettem a szertartásmester, közvetlen közelből láttam, hallottam, hosszú volna elmondani, ma már ennyi évtized után elmondhatjuk, ahogy a halálakor emlékem szerint König Bíboros a gyászbeszédében említette először, de Victus Vincit legyőzve győzött. És azóta nevezzük őt vértelen vértanúnak, aki szinte oda dobta a maga életét, papi püspöki életét a Szent Magyarságért, imádságban, példaképben, vezeklésben. Az, hogy az emberek, a politikusok, történészek hogyan ítélnek, a szenteket sem tudják megítélni. Ez egy egészen más kategória. Jeanne d'Arcot ki tudná megítélni? Naív volt, hogy férfi ruhába öltözött. Ő volt Franciaország megmentője, áldozat lett, mágián égették el, de nélküle a francia trón nem erősödött volna meg. A Prímás úrnak a megítélésénél is, még ma is, különféle mondatok hangzanak el, apolitikus volt, naív volt, bízott abban, hogy Nyugat nem hagyja magát, Magyarországot magára, nem volt reálpolitikus, ő püspök volt, Isten hírnöke, és az legutolsó évet, ami adódott lehetőségként a történelmünkben, 47-es évet, és ez egy belső megérzés, gondolat alapján döntötte el, hogy meghirdeti a boldogasszony évet, amit lényegében be se tudott már fejezni. Egy évet nyert a magyarság, amikor is Mindszenty hercegprímás úr 30 nagy zarándoklatot hirdetett, mind a 10 görögöket is számítva, görög katolikusokat, 11 egyházmegyét végiglátogatott, a nagyvárosokat végiglátogatta hatalmas zarándok csoportokkal, és Mindszenty Bíboros maga predikált, megerősítve a nemzetet hitében, Isten iránti hűségében, a keresztény családi életében, magyarok nagyasszonyának a tiszteletében és oltalmát kérve. Egy hatalmas népmisszió volt magyarok nagyasszonya ünnepén 48. október 8-án. Vácon rendeztette meg a püspöki kar ősi konferenciáját. Erre se volt még példa. És a püspöki kar tagjai utána, délután
primás úr vezetésével együtt mondták a rózsafüzért. Itt mondta el azt a hatalmas beszédét, aminek erőteljesen a lényege, hiszen Magyarország nagyasszonya, ahogy énekeljük is, vigyázz reánk, édesanyánk, az egyik énekünkben. A nagyasszonyunk nem csak hazánk reménye, és nem csak királynőként ünnepeljük a boldogságos üzet, hanem az országnak az édesanyja. Az ő anyai pártfogásába ajánlotta a haldokló első szent királyunk a koronáját, a koronájával együtt az ország vezetőit és népét. Mária, magyarok nagyasszonya. Igen, az édesanyákról szólt a beszéd. Óriási emlékek fiatal kispap, illetve papi életemből. Az utolsó látogatás tulajdonképpen a boldogasszony évének a befejező zarándoklata, ami ugyancsak a mi egyházmegyénk területén volt, Pálos Szentkuton, Kiskunfélegyháza. Aztán a pálos atyáknak a vértanú sorsa, ami nem sokára bekövetkezett, de biztos, hogy a tertulliáni bölcsesség és igazság még megvalósul. A vértanúk vére az új keresztény nemzedékek magvetése. Ha nem hull a buzaszem a földbe, hogy ott elpusztuljon, elkorhadjon, akkor nem lenne új búzakalász, 30-szoros, 60-szoros, esetleg 100-szoros terméssel. Az idők jelei most nem ezt mutatják, de hiszünk abban, hogy Árpádházi Szent Margit sem szűnt meg közben járunk engesztelőnk lenni, és amit a bíboros püspök Sacra Pannonia szent magyarságként, ez volt az ő nem jelmondata, ez volt az ő püspöki és hercegprímási törekvése élete, a magyarságot Isten népeként megőrizni, és ha lesz, ahogy ő mondta, egy millió magyar, aki a Szentolvasót imádkozza magyar népért, nincsen elveszve a hazánk. Október 30-án a páncélos kísérettel a rétsági páncélosok szabadították ki, hozták előtt Felső Petényből. 8 éves börtön rabságának ez volt az utolsó állomás helye. Tulajdonképpen, amikor az emlékiratai leírta, ott nem tudta már az emlékezete, hiszen se órája, se naptára nem volt.
Tehát, hogy hogyan múlik az idő, az a keserves börtönidő, hogy mennyi időt töltött a gyűjtőfogházba, mennyi időt, a legtöbb időt a Konti utcai börtönben. Ez egy szuterén helység, egy föld színe alatti helység volt, nagyon magasan egy ablak, ami nem lehetett kilátni, télen nyitva, és a cella alatt a szennyvíz csatornának a nyitott lefolyója, ami ott gőzölgött. És ennek az volt az eredménye, szegény édesanyja legutoljára, amikor meglátogathatta, a látogatások mindig a Váci fegyházban voltak, de mind a kettőket külön-külön titokban hozták, vitték oda, és a legutolsó látogatásnál a jó Borbála néni nagyon-nagyon szomorúan jött el, sírva jött el, mert bíboros fiát nagyon-nagyon rossz állapotban találta. Azt tudjuk most már a történészeknek a pontos leírásaiból, hiszen ma már a fogságának is szinte minden napja, és minden dolog történetileg demonstrálva van, leírva, 20 kilót fogyott, és súlyos tüdőbaj vett erőt rajta. Ennek a pöcegödör, tehát a szennyvíz csatornának a kigőzölgése, ez volt a fűtése a cellának, ami télen is nyitott ablakú volt, és a tüdővész jelentkezett nála. És akkor a politikai hatalmasságok megijedtek, mert világbotrány lett volna, ha a magyar hercegprímás tüdővészben hal meg, és ekkor feloldották a börtönt úgynevezett házi őrizettel. A pécsi püspökségnek volt még egy 18. században készített kis nyári rezidenciája Püspök Szent Lászlón, a Mecsekben. És akkor 55 tavaszán őt is, és az akkor már elítélt grősz érseket is, de külön-külön egymástól ők nem találkozhattak, helyezték el ebben a Püspök Szent Lászlói kis nyaralóban, ami megközelíthetetlen volt, természetesen senki nem látogathatta, rendeltek mellé egy Tóth János nevű papot. Én magam nem tudom, hogy ez nyilván az esztergomi egyházmegyés Tóth János volt, aki azután a Mátyás templom plebánosa lett. Ő volt a primás úrnak még a minisztránsa, nem titkára, semmiféle társalgás közöttük nem fordult elő. A primás úr tudta azt, hogy ő a fogságában senkivel nem is érintkezhet. Ez azonban nem tartott sokáig, ez a Püspök Szent Lászlói házi őrizet, mert kiderült az, biztosan ott is cserépkályhák voltak, mint régen, de közben volt 45, voltak orosz puskatusok, tehát nem volt használható kályha,
az épület nem volt fűthető, és akkor hozták át ide Nógrádba, Vásztól nem is olyan messze, a Naszály túloldalán, Felső-Petényben, az Almási kastélyba. Itt töltötte a fogságának az utolsó esztendejét, de elérkezett október 23, és végül is, igen, azt ki kell mondanunk, hogy az októberi forradalmat nem a prímás úr, nem is a prímás úrért robbantotta ki a magyar nép, hanem megelégelte már a kommunista békjót, a megfélemlítést, ezt az istentelen nyomorúságot, és eltelt 3 nap, 4 nap, amikor hát azért a prímás úr neve is már megszólalt hangosan, tehát prímás még fogságban van. Érdekes, hogy a puspogi kar esetén is, hát a legöregebb püspök, az akkor 87 éves virágpüspök volt, aki körlevelet adott ki, és ebben a körlevelében követelte a bíboros herceg primás szabadon bocsátását. Ez még október 29-én volt. És 30-ára virradóan, azután tulajdonképpen az AVH, ugye, és az AEH, egyházügyi, állami egyházügyi hivatal is, és az ávósok is, hát berezzentek, és gazdátlanul hagyták tulajdonképpen az Almási kastélyt, és Rétságról Palovicsini pálinkás őrnagy ment érte. Ez is érdekes. A Palovicsini őrgróf, aki a kommunista érában úgy lát, hogy itten az arisztokráciát úgy is kiirtották, ő megmagyarosította a nevét pálinkásra, és nem használta az őrgrófi címét, de a lelkének a nemessége az megmaradt. 30-án egy éjszakát a rétsági laktanyában töltött a bíboros úr, aludni nem igen hagyták, talán 2 óra után egy kicsit széken ülve el tudott szenderedni, de 6 órakor már indult a menet, egy páncélos, egy tank kíséretében vagy fedezetében vitték őt föl Pestre. Útközben természetesen Vácon áthaladva a 2-es úton haladtak, és való a Földvári térnél állt meg, és ott érték utol Vince püspök úr is, de talán ott találkozott vele, és kérdezte, hogy Péter püspök úr itthon van-e. De kérték, szálljon ki, nem szállt ki, majd ha a házigazda itthon lesz, meglátogatom. Erre azonban már nem került sor, soha többé. Az itthon mindkettőjük számára az égi haza lett, ahol találkozhattak. Nem sokaság, hanem a lélek szabad nép tesz csuda dolgokat. Nem szabad elcsüggedni, hűségesnek kell maradni Istenhez, és Isten a hűségeseket megjutalmazza maga gondviselő hűségével. Thank you.
választottam ő eminenciáját, mert véleményem szerint, hogyha egyáltalán magam után hagyhatok valamit, akkor az legjobbat kell, hogy az ember hagyja, és nála jobb nincs. Véleményem szerint a maga korába Mindszenty mindenkinél jobb volt, mindenféle szempontból, és egy a korabeli főpap sem, még csak nem is hasonlítható hozzá. Ő mindenkinek a védelmére kelt, minden üldözöttnek, végül is abban az időben voltak diktatúrák, és ezeknek a diktatúráknak voltak üldözöttei. És minden diktatúra által üldözött, annak mindnek a védelmére kelt. Ugye, hát, hogyha elkezdjük, ugye, hát ő már az első kommunista magyarországi uralomnak is meghurcoltja volt. Tehát aztán utána jött ez a hitleri Magyarországra gyakorolt befolyás és hatás, akkor is el is hurcolták őt, és a püspök társaival és Seredi Justinian hercegprimásúrral megmentettek, ahogy én egy ilyen francia petícióba, Le Livre Green-nek hívták ezt, öt francia kardinális írta le tulajdonképpen Mindszentynek az ilyen jellegű tevékenységét, amelybe tiltakozott. Már 1948 karácsony másnapján vitték el, és 1949. január 8-án már átadták ezt a petíciójukat az akkor Párizsban akreditált magyar nagykövetnek, történetesen gróf Károly Mihály volt. Véleményem szerint a környező országokból gyárt üldözték a kommunisták a csehszlovák katolicizmust is a déli jugoszláv ország részekbe tevékenykedőket. Azóta már a akkori prágai érseket, berán érseket már évtizedekkel ezelőtt boldogálvatták, ugyanígy Stepinacot, aki a horvátoknak volt a bíboros primása, őt is már évtizedekkel ezelőtt boldogálvatták, de tulajdonképpen boldog emlékű mártír Mindszenty herceg primásunknak az első elismerése nem boldogálvatás volt, hanem az elhurcolás elleni tiltakozás. És hát ilyen tiltakozások, ugye, amikor például ez már a háború után volt, ugye, őt hát bíborossá kreálta 12. Pius, ugye, azt mondta, hogy a 32 most felszentelt bíboros közül te leszel az első, akinek vállalnia kell a bíbor szűnnel járó vértanúságot. Kiemelném azt, hogy mi, amikor a moszkvai bőm kényszermunkatáborában voltunk, mi idehazúról semmiféle hírt se kaptunk. Semmit nem tudtunk arról, hogy mi történik idehaza, mert ha néha adtak is ilyen válaszlapos levelezőt, levéllapot elgőbben, nem volt szabad semmit se hazúról írni, mert ha nem írtak valami hazait, akkor nem adták oda. És mikor mi jöttünk haza a kényszermunkatáborokból, én 48-ba, a bátyám 47-be jöttünk haza, akkor Máramaros szigeten fogadott bennünket egy magyar bizottság, aminek egy államtitkár volt a vezetője. Nagyon csúnya most, amit mondok, de történetesen ez az államtitkár úgy fogadott bennünk, hogy nálunk már minden rendben van,
de van még egy rákfené ennek az országnak, az a mindszenti, hogy és mint. Tehát szóval nekünk, akik úgy tudtuk, ugye, hogy Magyarországon a herceg primás az olyan személyiség volt, hogy mindszenti viselkedett. Ugye? Mert ő valóban a hivatásának és a méltóságának a tekintélyével viselkedett. Tehát nekünk azt hallani, hogy Magyarországon a legfőbb egyházi méltóságról ilyen hangnembe beszélnek, az elképesztő volt, bár odakint a Moszkvai Birodalomban tapasztaltuk, hogy ott mi zajlik, mert hisz a templomok zöme, az oroszok úgy fejezték ki, hogy ne rabotáját, nem dolgozik, szóval, hogy nem használják, mert raktárnak, meg mindenféle csodának használják. Szóval láttuk, hogy ott mi történik, de hát azt azért nem gondoltuk, hogy Magyarországon a herceg primást azt így minősíti egy államtitkár. Csak aztán, amikor hazajöttünk, akkor utána hát 2 hónappal már el is hurcolták, mert is 48 karácsony másnapján elhurcolták, és hát ugye én utólag a emlékiratai meg egyéb könyvekből, mert történetesen engem érdekelt a személyisége, úgyhogy amihez hozzájutottam, azt elolvastam, hát abból értesültem, leginkább a hazai eseményekből is, mert azért olyan pontosan senki se mondta el, hogy zajlottak ezek az orosz visszaélések hazánkban, mint hogy az ő leírásában ez benne van az emlékirataiban. Hogy rendeztek ilyen kirakat pereket, hogy elrejtették a fegyvereket az iskolásoknál, és akkor mentek oda kutatást tartani, és akkor a iskolás gyerekeket meggyanúsították és elhurcolták. Szóval ilyen történeteket az ember nem is nagyon hallott. Azt hallottuk, hogy milyen megbecsülítettek az oroszok, és mindent, különösen engem érintett is ez személyileg, de hát ezeket a dolgokat, ezeket én leginkább a ő könyvébe olvastam, hogy ezek hogy zajlottak. Szóval azért mondom, hogy ő ilyen szempontból mindenki fölött állt. Mindenki fölött állt. Talán 2004-ben először. Itt volt a Bálint József jezsuita atya, aki váci volt, ott járt gimnáziumba, és őt már korábban is meghívták ebbe az iskolába ilyen rendkívüli történelemórát tartani. Mert a rendszerváltás után hát az szokássá vált, hogy egy bátrabb iskolák, hogy pontosabb képet kapjanak a kommunista rendszernek a visszaéléseiről. A bátrabb iskolák, azok meghívtak volt politikai foglyokat, hogy október 23-án vagy február 25-én, amit a kommunizmus üldözötteinek emléklapjává nyilvánította a Kovács Béla elhurcolása miatt, hogy ilyen időkben iskolákba tartsanak ilyen kis előadásokat. És hát Bálint atya nekem fogolytársam volt a börtönbe, és mondta, hogy hát gyere, ezt mondja, te még többet ütél, mint én, jó svádád is van, hát biztos örülnek, mert elvittek engem is abba az iskolába vele együtt, és aztán a Bálint atya meghalt. És akkor utána maradtam én és egy fogolytársam, a Szarka János, aki szintén vagy 12-13 évet ült börtönbe. És ez az iskola, ez nekem nagyon szimpatikus volt, mert a tanári kar is és a gyerekek is roppant érdeklődőek voltak. És azt az ember, hogyha beszél, azt megérzi, hogy érdeklődőek-e vagy unják.
Úgyhogy a gyerekeknek nagyon érdemes a valóságot elmesélni, mert a megírt történelem egész más, mint az írott történelem. Egész más. Vincenti szobrot Karolina katolikus iskola befogadta, és hát nagyon megfelelő erőt, azt az erőt, ami belőle sugárzik, minél több magyar vegye át. Azért gondolom én, hogy ennél jobbat magam után nem hagyhatok, mert ez sugározza az erőt, pláne aki ismeri az életét, és ismeri ezt a hihetetlen, megrendíthetetlen ragaszkodást a mi értékrendünkhöz, ami belőle sugárzik. Boldog emlékű mártír hercegprimásunk esztergomi bazilika lépcsőjéről szózatot intézett az ifjúsághoz, amelyben azt mondta, hogy olyan Magyarország az eszményképünk, amelynek fundamentuma a hit és a vallás erkölcs, támogatója a hívő és erkölcsös magyar fiatalság, és legyetek valamennyien egy-egy alapköve, egy-egy támasz oszlopa ennek a hazának. Mai műsorunk ezzel véget ért, megköszönjük figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!